Üdvözlőt mindenkinek! Gorá és Zorax visszatért. Sziasztok! Folytatódik az utolsó fejezet. Hoppszá! Az előző Krisz fejezetből adódóan ez is legalább két videó lesz. Igen? Hát elég sokat szerencsétlenkedtünk benne, emlékszel? Az lehet. És van olyan érzésem, hogy ez a nagy darab melák még visszatér. Hát végülis minden részben van egy ilyen nagyobb köcsög. Végig kísér minket a játékon. Na, múltkor egyébként ezekről a... ilyen remake-ekről beszéltünk, igaz? Igen, arról beszéltünk. Két kicsi patkány vigyáz a fegyvereinkre. Csak meg ne főzzék őket. Há, itt van. Várjál, körülnéztünk itt? Igen, végül. Olyan. Kis érdekesség egyébként, hoppá. Na mennyi, igen, mondjad közben. Na tegnap, beállítottam egy-két letöltést a PlayStation-re, és így gondoltam, hogy akkor már egyúttal feltölteném a PlayStation 3-as kontrollerét a PlayStation 4-jel, és kompatibilitás. Na, kiírta, hogy a PS3-as vezeték nélküli vezérlők nincsenek támogatva. De hát mondjuk én nem akartam használni, csak érted, hogy már ezt is kiírta. Hogy ennyire arra mennek rá, hogy még abból is vegyél újat. Hú, a bakker! És nem tudsz lőni, mi? Nem. Hát ez tök jó. Nem baj, pont kiestem valahova, nem tudom, hogy hova. Megvan. Pont jó helyre. Látlak. Az jó, csak itt egy röfi. Nyitom. Vagy nyitnám. Nem tudom. Csak szedegetek itt a pár dolgot. És mivel tudom kinyitni az ajtót? Nem most utolját cseszed! Nyisd ki azt a kurva ajtót, bassz meg! Jó van, már nyugalom. Egyébként én nem tudom, mivel nyissam ki. Oda mész és berúgod. Mi? Az ajtót rúgva? Oda mentem már és nem... Árjál. De nem, csak az izét dobja, ezeket az izéket tudom. Várjál, kinyírom ezt a szemetet. Nem, már idegesít. Ne brékelj itt te, röfögő zombi. Na várjál, robbantunk egyet szerintem, vagy ne, vagy még ne? Robbantsál gondolom, nekem mindegy. Bam. Ja! Várjál csak, nem, itt van ez a szar, itt van egy kis rés. Gyere ide! Várjál, szerintem úgy tudom kinyitni, hogyha erre rálövök egyet. Nem. De. Na tehát a kompatibilitás ilyen, a kontroller terén annyiból merül ki, visszafele a kompatibilitás, vagy odaírják, hogy nem kompatibilis. Az jó. De csak úgy, hogy árba tudja, hogy egy ilyen kontroller körülbelül 20.000 forint környékén mozog. Bármilyen konzolos kontroller. Bár gondolom a Steam-es se lesz olcsóbb. Egyébként a ezekkel a konzolokkal mindig is adott a bajom, hogy mehetünk? Persze, hogy mehetünk. Ugyanolyan, mint a számítógép, csak jobban be vannak határolva. És ezt akarják rányomni az emberek torkán. Igen? Nem az, hogy iskolában tanítanák inkább jobban a számítógép kezelését, mert akkor... A számítástechnikát, mert akkor tényleg megszűnhetne a konzol és csak PC lenne. Figyelj, igazából a konzol, hogyha látnál ilyet szétszedve, igazából olyan, mintha egy laptop lenne, csak másképp lenne becsomagolva. Tehát... Van egy alaplap benne, és minden rá van integrálva igazából, és mindegyikre, és ugye a legtöbb dologra rá van izélve a Sony-nak a védjegye, ugye, de általában ebbe a, például a PS4-be az AMD dominál. Where the
tudjuk leúzni, gondolom csak ott tudjuk leúzni, hogyha... Menekülj el a víz alatti létes. Várjál csak, nézd csak! Egyszerre kéne erre a szar rálőnünk, nem? Jó. Egy. Mehet. Már, tudom mielőtt, de jó. Nem, a nem, erre, nézd csak, erre, itt. Ja! Jó. Egy, kettő, három. Másikra, ide lőjél be. Ide. Hát ilyen nyitottuk ki. Leest. De most ezekre a fekete pöttyre, vagy az alsó részére lősz? Itt a piros, hát a feketére lövök, nem a pirosra. Fekete, jó. Nem. Nem. Pedig indultam ki a te ajtódat is. Hát nem mindig jön be ugyanaz. Viszont ezekkel valamit csak lehet csinálni. Ja, gyere ide, megvan. Megvan? Most már engedi? Úgy néz ki. Előbb még nem engedte. Ja, mert Sajnálom. Na, nem kell kinyitnunk. Hogy de? Azt mondom, fog kijönni valami. Na, lőjed, lőjed, lőjed! Nem lövöm, mert leszedem rólad. Elég volt egyet belőni ebből az izéből, az kész. Na, jöttök még. Van nagyon sejtésem, hogy ezek még jönnek majd. Persze. Most a... Itt van, ezt neked dobom, jó? Na fene, nem találtalak el. Akkor most, ja! Na most konkrétan... Gyere! Megyek, csak valami beálltam, nem tudok mozogni. Hát igen, a sok pia, hát te könnyen beállsz. Ha. Ja, most már ki tudjuk nyitni, mi? Igen. Ah, érdekes. It's hardly practical. We got no choice. Really? There's no other way up? Well. Azért, most ez a víz alatt van, és ott mégis ott a magma. Hát a víz alatt is lehet magma. Persze. Csak érted, pont ezt a szart voltak képesek kiválasztani. Mi a francnak nekik ez a hely? Hát itt a, gondolom azzal a koponyás nyavajával kísérleteznek, nem? Aki kinyírtunk a Krisztel. Most ez a baj, megint itt vagyunk. Hát persze, hát minden történeti szál összefügg. Hoppá, most. Ah, faszki van. Nem vagy, megállunk itt, aztán majd visszavisz. És nem most ugorjál le. Na, most akartam aggódni. Nem akartam elválni. Nem lehet célszerűbb egyébként ezeket lőnöd, mint izé, rugdosni? Tudod, hogy meg akarom kapni ezt a kurva achievementet. Ja! Én mindig az a mondani, hogy aki akar, hogy ezt a mindig silent, kaptam a meg. A Silent Killert, hogy mondja vaját. Aha. Most elvileg erre még el tudnánk nézni, mert azt kell, ott kell valamit csinálni. Igen, úgyhogy el is nézünk. Ennyi. Semmi. Hosszú. Na, szóval igen, visszatérve a konzolokra, úgyhogy nekem ez a bajom vele. Egyébként, ahogy te is mondtad múltkor, az, amit manapság tanítanak így a szemtes technikáról, mondjuk itt Magyarországon, az szart sem ér. Hát igen, igazából olyan az embernek magát kell képeznie, ha egy bármilyen oktatásra így elmegy, tehát... Igen. Az a tudás, amit ott leadnak, az egyelő nullával. Legalábbis... Igen, ahogy te is mondtad múltkor, volt egy ismerősöd, olyan egy ismerősöd, aki számítógépes cuccost tanult, és mégsem tudta megcsinálni, nem tudott megcsinálni egy számítógép újra telepítést. Azért ez szerintem gáz. Hát... Az iskola is egy olyan színvonalú volt. Tehát... Egy iskolába jártunk igazából, szóval... Na gyere! Csak én más... Nekem kellett volna arra a szakra menni, amire ő ment igazából, mert... Na mindegy, vicces volt. Reserve battery 2 activated. 50% charged.
De jó. Elfogy idő. Most mi jön? Szerintem ez a cuszli egyre följebb fog menni. Na már megint fölkeltek a csöv. Nem új. Átad mögött. Akartam mondani, hogy az ilyeneket nem érdemes szerintem, de képességpont, meg ilyen akna akármi. Nem mutatja, merre kell mennünk egyébként. Tehát mostunk majd, gondolom, most kell erre menni. C irányból rácsatlakozni erre a cuccra. Ott nézd, a szinteket ilyen ABC-vel jelöli. Erre. Aztán erre. Hoppá. És persze nem akartam lenyomni, nem tudom mi volt. Na húzzá ide, úgy, látunk. Ezért azért kíváncsi lennék, hogy maradj itt szerintem ezen a izén. Nem, lefele megyünk most. Hey, most! Gyere! Meg vagy? Persze. Oh, el lehet tévedni. Oh, ez meg már. Hoppá! Arra kell menni, akkor nézzünk itt mi van. Ja jó. Hát? Nem tudjuk meghúzni. De meg tudjuk. Meg tudjuk? A másik oldalon kell neked. Nem mindegy, hogy melyik oldal az enyém, nem mindegy. Igen, ez a durva, hogy hát, ezt is behatárolja. Én nekem akkor is a jobb oldali kell. Igen. Mert te jobb kezes vagy. Az mondjuk igaz. Mondjuk én is. Nem tudom, ki hív ilyenkor. Hát nem én. Tudom, de hát most nem tudom fölvenni. Ennyi? Úgy tűnik. Jé, húsi! Ja, nem, ezek hullazsákok. Akkor ennyi, mehetünk vissza. Basz. Nincs új év, azt annyi disznót neki nyírtunk, hogy ez csak na. Valóságban vagy itt? Hát itt. Na, mehetünk. Ilyen disznó utánzatot. Hát igen. Na most akkor... Mehetünk. Gyere vissza, gyere vissza. Jaj, csak te tudsz átmenni, barátom. Jaj, jó, akkor bassz. De én másfelé tudok menni, várjál csak. Á, fene! Elkéstem. Mindegy, most úgyis idő még itt rájövök, hogy merre kell menni, úgyhogy... Én még forrok egy párat. Ja, te tudsz. Na, jó van. És most jövök ilyen. Tök jó. Megint ketté válnak útjaink. Mi a... Mit tudok itt megnézni? Ja, hogy hova kéne menni? A hány szintet kéne elérni. Tök jó. Ja, értem. Hoppá! Hát itt el fogsz hagyni egyet, mert csak én tudom felszedni. Én is felszedtem itt egyet, úgyhogy igazából egálban vagyunk. Gyertek már. Mocskos disznók. Persze, egyesülnek mi. Mennyi van már, bakker? Na jó van. Ezekből összejönne egy jó nagy, az lenne a vicces. Gyertek már! Most! Jó.
Jó, csak itt annyi van ezekből a rohadékokból. Amúgy szerintem ezeket a kis férgeket is meg kell ölni, különben megint újra tudnak alakulni. Tudod, ezeket amiket lehet dobálni. Aha. Hát mindenkit írják ki, ne hagyjál senkit érre, de tudod, hogy csak egy maradhat. Ja, Jet Li. Ez a hegylakó. Ja, a hegylakó? Azt nem láttam. Na nem baj. Te vagy Duncan McLeod? Nem, én Budai Zoli. Azok jók voltak egyébként? Aha. Lehet, hogy egyszer elkezdem nézni. Az első mindenképpen, a második részről azt mondják, hogy egy ilyen szar volt. A harmadik rész inkább a sorozatot alapozta meg. Csehz meg, most visszament újra oda. Rohadt anyád. Szerintem én is. Nem tudom, mi értelme volt itt ilyen kört tenni. Nem tudom, hogy semmit csinálni, azon kívül, hogy felszettem azt a cuccot. Na mindegy. Na itt vagy? Itt, ott voltál? Igen, onnan jövök. Oda érdemes lenne elmenni? Ó, oh, ide kell mennem. Jó, mindjárt jövök. Elmehetsz addig nyugodtan tőlem. Nem tudod milyen izé betű volt ott? Nem figyeltem. Ja, nem. De szerintem a D betű lesz az. Nem, I. Ja, aha, igen. Jó. Menjél oda, mert ott a, onnan kell tovább mennünk. Igen. Úgyhogy meg körbe kell menned. Ó. Oh. Hagytál is egy kis izét. Tudom. Hát milyen dolog ez? Hát a szemetet mindig föl kell takarítani magad után. Én nem szoktam. Rám hagyom, hogy más. Hogy tudod, hogy feltakarítsa. Na, én, miért vagy. Én vegyem föl? Nem az én dolgom. Én csak csinálom a piszkot. De piszok. Na jó, mehetünk. Akkor ez a 75 lesz. Jól. 75? Na, akkor megvan a 100. Akkor most vissza kell mennünk legalúra, mi? Aha. Vagy nem a B-shez kell menni. Igen, majdnem. Az a legalsó végül is, ha azt nézzük, igen. Ó, oh, basszad meg. Most arra vagy, aki segíteni, vagy? Ahogy, így írom ezt a... Úgy. Ja. Ha, 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 ha. Persze, érted? Érted? Na jó. És ez kinél van? Na jó van. Na, itt vagyunk, gyere. Na, ja, arra kell. Erre nem fogunk átunk, jó van, akkor menjünk. Lehetőleg nem menjél neki szerintem ezeknek a magas feszültséges dolgoknak. Aha, értem. Hát én már így is tudtam, hogy ez lesz, tehát egyértelmű. Valami azt súgja, ez nem sokáig kéne rajta állnunk, hoppá. Hát nézd, ez most le fog menni a B szintre, vagy valameddig nem megy, ezt ott átugrunk. De úgyis a sztori szerint az lesz. Na hát ezt kéne kikapcsolni, várjál. De csak életelőtt veszítünk és sem izé. Nézd csak, el tudsz menni a D felett. Nem tudok. Nem? Nem. Mondom, hogy vissza kell menni. Ott, most gyere gyorsan! Meghalunk, bassz. Na. Oké,
Milyenkor... Hoppá! Jó van. Sérjetek ki ott a B-szín, csessze meg. Nyomkod az albetűt, nyomkod az albetűt. Micsodát? Én a space-t nyomom, nekem azt kell nyomkodni. Én meg a zöld albetűt. Ajaj, de még jön mögöttünk, így köcsög. És azt ilyenkor nem lehetne hátra lőni, vagy valami? Á? Á? Arra már nincs idő. Mondjuk a sztoriba benne volt. Szervusz! Jó utat! Na mehetünk akkor. Hoppá! Szerencs... Ó, oh, hogy bassza! Ó, oh, hogy mi van? Nálam ment el? Nem, nálam nem ment el. Nálam is elmenne, aggódj. Ha gondolod, rádírok valamit, az kiderül. Hát nem. Nézzünk az bemböngészőt közbe, akkor az is bement. Mind. Elment a net? Visszajött? Nem, hogyne, oké. Most teszteltem. Nálam legalábbis lehet, hogy megint a izé szórakozik. Tudod a játék, mint múltkor. Igen, mint múltkor. Hát, most pont karácsonykor. Na jó. Újra nincs karácsony Kevin nélkül, nincs karácsony hiba nélkül. Chris! Glad to see you're okay. Wait, was that you who just freed us? It's like you guys saved the day again, huh? I can see your father in you. How did you know? Wait, hold on a second. I see you know him? Yeah, I did. But I'm the one that killed him. Now this show story one. Aha. Okay. Is you? That's right. Chris, better put a leash on that puppy. This is between me and him. Go ahead. Shoot. You have every right to. Just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! Tell me. You just following orders? Or was it personal? Both. Jake, please stop. Put a bullet just in your head. Put your gun down. Drop your weapon. Don't do this. A füle, hogy nem sérült meg. There are more important things at stake than you and me. We gotta go! Jake! I know! Most itt ott lesz a... De célozni meg kell tanulnod. És itt vagy. Persze itt vagyok. Akkor jó. Vagy nem figyeltem mondjuk. Ki volt írva neved? Igen, ki van írva neved, úgyhogy itt vagy. Hát megesik néha, hogy a Capcomnak a szervere irakoncátlankodnak egy kicsikét. Ez egy ilyen nagy kiadónál nem, izé... Nem szokatlan. Vagy itt volt valami. Én, mindegy, ott volt egy izé loot, de mindegy. Nem baj. Nem baj. És a játék régen vagyok, miért nincs utoljuk. Mit lootoljunk? Hát a következő karakternek meg lehet lootolni. Az is igaz. Mondjuk ott is érdekes lesz.
Hátad mögött. Puska, puska, puska. Mondom, puska. Hát nem tudjuk lőni. Na akkor szeretek puskával lőni, amikor itt van már az órom előtt. Akkor sokkal nagyobbat szól. A negyedik részben egy csomó fejet leszettem egyszerre. A nyavaja lő. Az büszkék voltak. Segítsön neki? Á, nem kedogoljanak. Nem, ott van. Jaj, hát ez leesett. Ennek lerobbant a feje. A francia. Ez ki a nyavaja volt? Itt is van egy, várjál, lentről is szórakoznak. Össze-vissza forog, nem tudok célozni. De fölfele is nézzünk, hát ha megint valaki játszorozik. Hoppá! Nem van senki. Akkor most ugyanúgy másznunk kell, mint a Chrisséknek? Valószínűleg igen. Mondjuk, de szerintem itt elvál a kutyaink. Igen, itt elválnak, emlékszel? Igen. Ki kell ez az izé? Mi meg elkelünk másfelé. Itt hagyjuk őket a szarba. Hatodik rész, de még mindig a kísérletezésről szólnak. Kísérletezésről? Mi ez is egy kísérlet? We're getting out of here, and we're gonna save the world. You're right. Let's go. Micsoda hatásfokozás egyébként. Ez a... Nem tudom, minek hívják, a kontrollerekben benne van ez az állandó rászkódás. Igen. Tehát amikor ilyen nagy izé, mondjuk a nagy dög lecsapott egyet, akkor az már rázott is egyet. És minél erősebben rázol, nem tudom, minél akciódúsabb egy jelenet. Vagy lövésnél például. Mondjuk ez speciál, nem? De hogyha videóban van, akkor igen. Hát igen. Erre te lemaradsz. Akkor meg kit érdekel. Ó, de szép. Na, oda juss el. Jó. Hm.
ugye? Hello Freddy. De nem, Jason. Vagy a kettő keverék. Ó, oh, látok új játékszere. Ha mindig új játékszere van. Csinál magának. Hát ez ebben fog beledöggelni. Come get some, you ugly son of a bitch! Ért ez egyetlen bármit is? Jerry, we gotta take this fight somewhere else. Let's do it. Hú, persze. Képtelenként irányt változtatni. De kell lesz. Megmár lesz a mester lövész puskát, itt van az orrod előtt a célpont. Hát, az a biztonsági érzetet ott. Na persze! Loot! Jöttem, elmenti arra. Hát old neki is kell. A loot a kurva szádon. Egy kicsit eltalált. De csak egy kicsit. Na jó, bad. De jó, nincs kívül valami visszaszámláló. Kezd felhúzni. Amíg veled foglalkozik, addig én itt el vagyok. De hova kell menni? Hoppá! Ott van egy ilyen szétüthető szar is egyébként. Meg is van. Egy ilyen kék embléma. Oh. Megmondjam hol van vagy? Hoppá! Hoppá! Ah, fere. Most nem látom. Itt van, nézd csak, ha ide eljössz, ahol én vagyok, a csőnél lesz. Aha. Ennél a csőnél. Menj a végére, és akkor látni fogod, ott ahol voltam. Okay. Ajjaj, rohadják. Ah, pont megvan, megvan, megvan. Látod, még jó, hogy itt a mesterlövész puska. A mesterlövész. Meg is van. Egy lövés voltál, köcsög. Fektest ki, ustanak ott vagy anyavaját. Akkor kénytelenek vagyunk kinyírni? Mert nem tudunk sem erre menni. Hát ezek szerint kénytelen vagyunk. Jó ide anyádra szórakozzál te. Nem értem a logikát, hogy mit kell itt. Ja! Te raktam egy izét, hogyha erre jönne esetleg a kis köcsög. De meg se akar mozdulni. Hé, buzi! Ez csak te érdek lesz. Na jó van. Hát, látod, én látszik, hogy búzik, tényleg igazad. viszont nem értem a logikát. Most akkor mi a faszt kell csinálni? Addig kell lőni, ameddig ki nem fárad? Rálőttem egy keveset én is. Még csak négyet lőttem rá a mesterlövész puskába, úgyhogy tényleg igaz a mesterlövész puska. Látod, nekem már megint igazam lett, hát... Anyád, hoppá. Hoppá. Bazd meg! Belementem megint, meghaltam. Baszom. Honnan adod? Remélem minden adod. Köcsög. Igen. Nyárs. Jó lesz nyárson, de nem nyersen. Yeah, make more lava holes.
A lávát kell rézélni, vagy mi? Nincs annyira velezen elfoglalva. Én itt vagyok mellett, azt nyugodtan lőhetem. Gyere! Gyere! Sokkolom, gyere! Megyek, nyom! Úgy, meg! Szabad így van egy földje! Igen. Mellett mindenképpen. Szép vagy. Nincs is lőfegyverem, ezt neked kell lejátszani. Ugyanis nincs lőfegyverem. Viszont valamit fogok csinálni. Várjál, hackkelek. Partály mozgatása, várjál. Te, hoppá! Ez minden jó? Rá kell ejteni, gondolom. Hát ezt elküldtem szerintem. Útvonal választása. Ja. De ez mire lesz jó? Várjál. Ja! Hát most! Menj onnan! Megyek innen. Mindig már adtam neki. Nem tudok ott elmenni. Akkor most adjál neki valamit. Csak ütni tudod? Csak ütni tudom. Akkor nekem meg ezt kell folyamatosan csinálnom. Hát hátra kell vinni oda a szarig. Aztán, micsoda felütött, feltöltött ütés. Persze. Bele a lábába. Hát én is ki tudtam volna ütni. Már rájöttem, mit kell csinálni, mindegy. Szegény. Végülis a láva végzett eszkerel. Bele is fog. Miért túl véget ért? Ő is meg. Szerintem azért ne kiabáljuk még el. Azt a rohadt nagy izét is. Legalább háromszor ki kellett nyírni. Igen, itt adta a kamera, hogy lesüvid az a szar, szóval igen, még túlélte a rohadján. Igen? Hát feltételezem. Megyek mögött. Tedd a lábon! Azt hittem nehezebb lesz kinyírni. Azért mondom, hogy szerintem ez még túl könnyű volt. Hoppá, nézd csak mi van. De tudom, mivel tudom csak szétütni? A sokkolóval. Minden más fegyvert elvett tőlem. Ha tőled, ha neked sincs fegyvered, akkor nekem se legyen fegyverem. Jaj, de hülyek voltunk, bassza meg! Mert? Emlékszel, az előző, amikor kezdtük a játékot, ott hagytuk abba, hogy volt ott egy kék szar, és azt nem ütöttük szét. Igen. Mikor? A videó legelején, és a chapter legelején. Úgy hagytuk abba, hogy a kéket szét fogjuk ütni. Biztos? Én emlékszem rá. Igen, én emlékszem. Most erre a kékiről jutott eszembe. Most egyet több vagy kevesebb, az már nem, azt nem szaroz. Hát, én csináltam újra a franc. Egy darabig, visszajátszom egy darabig, igen. Most miért jó chapter elejét kell megcsinálni? Yeah, there's no goddamn steering. Oh, hát igen. Ugye mondtam neked? Te mindig megmondtad. Resident Evil az izé, ez. Christ almighty! What does it take to lose this guy? Come on! We have to move further up!
Resident Evil ez hajlamos a túlzásokba esni a megölhetetlen szörnyeivel. Ott már, nyugi! Van itt még, amit rádobhatunk? Igen, ott elő, fel tudod szar. Ott a sok tekercs, hogy mi ugrasz. Gyere! Jó, hát neki, én lassabb vagyok valamilyen, nem tudom. Látod kontroller? Nem, nem a kontroller miatt, mert elég könnyű. Elég könnyű ráinteni. Főne egyen mög, hogy nekem kell mindig a piszkos munkát végezni. Elszakadni tőlünk. Megint mászni. A még egy menet. Csak úgy tudok mászni, hogy ez is engedi egyébként. Tehát... logikátlan, hogy te gyorsan vagy az izével. Hoppá! Na, azt neked hagyták ott. Én dobom neked hátra. Vagy én lövöm le? Ezek szerint. És vettem fölött el. Tár. Le van. This shit ends now. A szívét el. Azt hiszem, hogy célozom is kell. Fénysebesség! Tudod, a múra vége. Igen, kicsit furcsa volt a lezárása, mert megint hiányolom azt, hogy mint a Leonos kampányban megvolt a lezárás rendesen, hogy mi történt, miután kijutottak onnan. Ez most is lesz, várjál. Ez most is lesz. Jó. A sok izé után a... Jó, megvárjuk. Kis izé után lesz. Addig legalább ki tudjuk ezt beszélni, annyit. Még beleférünk az időbe is, úgyhogy remek. Na, akkor ez még nem is volt olyan hosszú, mint a Chris-es fejezet. Igen. De jó, de ott azért, mert sokat bénáztunk. Hát igen. Bénáztál. Hát egyébként a nézőknek mondom elnézést, egy kicsit most valamilyen rosszabb a hangom vagy más. Egy kicsit frissítettem az OBS-t. És egy kicsit kísérleteztem ilyen dolgokkal. És nem biztos, hogy most ez olyan úgy a tökéletesen sikerült. De alakulóban van. Na. Aztán... Amúgy itt már a végén pont a főcíme kapcsolatban most egész jó zenét nyomtak be itt a végére. Hát, igen, úgy értem, hogy hozzáillik, nem? Nem, fúj. Nem? Nem. Én Resident Evil-höz? Hát te... A fejezethez, te. Ja, a Jake a sokkal lazább volt. Hát igen, egyébként tetszett a Jake-nek az elején a humora. Utána ez hirtelen eltűnt. Érted, az elején még poénkodott ez az 50 millióval. Most már a
másik chapteren ez teljesen kívül, tehát eltűnt. Most úgy tűnik lemondott róla, na majd kiderül. Hát ki tudja. Egyébként nem is értem, miért kell neki ennyire ez az 50 millió, hiszen az egész világ megfertőződött gyakorlatilag. Most de minek neki a pénz, nem tudom mit kezdeni. Ja, volt egy ilyen vicces Batman-szeres film is, hogyha láttad, hogy ha a számokat kitörlik az emberek fejéből, akkor mire fognak menni a pénzzel, amit ugye elraktak, ha jól emlékszem, volt valami ilyesmi, tudod? Na, én gyerekkoromban néztem a Spencer-eket, akkor rögtem rajta, ha már nem szeretem. Én is. Jó, hát én nem, hát én is végül is akkor néztem, csak hát én azért megjegyzem ezeket a dolgokat valamit. Hát nekem ezek nem maradtak meg. De úgy látszik, hogy nem volt olyan nagy hatással Ryan Batman szerint sok más emberre. Hát fia, az összes filmet én se láttam, de azért elismerem, hogy jó filmei voltak. Akinek a filmjét meg kéne néznem, hogy érdekel, és régi színész az a John Candy. Na hát, azt nem ismerem, látod. A emlékszel ezt esetleg betörünk egyre? Igen. Volt az a nagy darab habek, aki elvitte a csajt haza. Hát ennyire részletesen nem emlékszem erre a filmre. Látod, ennyire részletesen nem emlékszem rá. Na mindegy, az a John Candy egyébként. Nem egyszerű igazából, mert van megböngésző. Na, de nagyon kicsit eltértünk a tárgytól. Visszatérve a Resident Evil-re, vagy a témánkhoz, a remasterhez. Van rá időnk. Igen. Na most te is beszélt róla végül is, mert elég sokat beszéltem én róla. Igen. Na, a remasterrel igazából nekem semmi bajom sincsen, kellenek ezek a remasterek, csak nem mindegy, hogy milyen időközönként, mit tudom én, mondjuk egy 10 éves, vagy egy jó 5-8 év, azért kell egy játéknak, mire az igazából kifut grafikailag, és tehát eléri azt a szintet, hogy igen, hogy az emberek lássák azt, hogy ez tényleg jó, megéri felújítani, mert újra eladható, vagy pedig lefut, vagy ilyen kifutott dolog. Tehát az emberek mennyire játsszák ezt, és mennyire érdekli, mennyire szereti ezt a játékot. Azért mondjuk ilyen volt például a Bioshock, ami kapott egy remastert. Grafikai felújítás, talán egy kicsit még ki is egésztették, és az teljesen jó volt, az kellett is, mert tényleg. Én nem játszottam igaz a játékkal, hogy amúgy abból lesz. Én csak kettővel játszottam. Jó, igen, abból lesz is végigjátszás a Bioshockból, úgyhogy majd, és a remasterből, mert még nem vettem meg a játékot, úgyhogy ha már úgyis megveszem, akkor a remastert veszem meg. Hát figyelj, egy ilyen kisebb csomagban megkaptam az első részt, és mivel az első rész nekem megvolt alapból, amikor kijött a remastered, megkaptam azt is. De akkor jó. Igen. Úgyhogy, de a Darksiders is ilyen volt, tehát ott egy izé beaktiválással, vagy nem tudom hány játékot ott hozzá várják. Amúgy egy kérdés, ha már egy PS is, most elhoztad a PS-t. Most igen? Jött a PlayStation Pro, az kompatibilis az előző játékokkal, ami csak sima PS4-re jöttek ki? Persze. A PlayStation, tehát a PlayStation Pro igazából csak annyival tud többet, hogy nagyobb a felbontása és szebben mennek rajta a játékok elvileg. Tehát most mondtam neked, amikor Shadow of War-ra játszottam, hogy az is támogatja már ezt, de mégis elég szépen ment a sima PlayStation 4-en is, legalábbis szerintem. Okay. Tehát igazából ez csak egy frissített hardware, ha azt nézzük. Ahogy az Xbox One X is igazából az, csak az sokkal nagyobb fejlődést mutatott fel, mint a PlayStation 4 Pro. Már hogy vasilag, ami benne van, tudod. Összeállításilag. Tehát vicces módon igazából mind a kettőtől emlékszel a Playten a világ legerősebb konzoljának izé reklámozták, hát az Xbox One azt szerintem kenterbe veri a PlayStation 4 Pro-t úgy tudásilag, de PlayStation 4-re még mind, tehát a PlayStation-re még mindig több exkluzív cím van, mint Xbox-ra azért. Tehát ilyen szempontból azért mégiscsak nyeri a mezőnyt. Eladásilag is egyébként. Igen, ez fordult a kocka. Még az előző generációnál az Xbox 360 volt a sokkal népszerűbb, és a PS3 volt kevésbé népszerű. Most fordult a kocka, annyira népszerű a PS4, hogy lehagyta az Xboxot igazából. Azt azért fegyük figyelembe, hogy a PlayStation 3 a borzasztó volt elvileg fejleszteni. Tehát tudásilag is elmaradt a Xbox 360-tól, mondjuk nem is értem, hogy, mert sokat tudna egy Xeon Proci igazából, amit szervergépek beraknak, mert az Xbox 360-ban, hogyha jól láttam, Xeon Proci van. Hát azért nem semmi. Tehát, hogy ilyet is ki lehet hozni belőle, tehát még legyőzi a PS3-at is. De azért figyelj, azt is nézzük, hogy a PS3-nak viszont az exkluzív címei, azok nagyon jól néznek ki. Tehát az ilyen
multicímek, mint a Mafia 2, vagy nem tudom, amik még annól kijöttek minden platformon, mint a Resident Evil 6 mondjuk, sokkal csúnyábban, meg FPS számban talán el is maradnak, mint a Xbox 360-as változatai, a PS3-as változatoktól. Ez az AC3-nál én például nagyon is észrevettem, mert Xbox 360 is nagyon nem tetszett nekem, hogy fut, viszont PS3-on még rosszabb. Legalábbis lemezről. Érdekes. Hát figyelj, végülis mondhatnám, tehát visszavághatnám azzal, hogy na, igen, ott egy cél hardware igazából, amire könnyebb fejleszteni, mert be van határolva minden egyes porcikája, míg a PC-re igazából te magad állítod össze a konfigurációt, és mégis vannak címek, amik rosszabbul mennek rajta. De ezek a címek azért nézzük még azt is, tehát azt is vegyük figyelembe, hogy ezek a címek igazából már a PS3 úgymond halálakor, vagy nem halálakor, hanem ugye kivezetésekor jelentek meg. Szinte, majdnem. Tehát a Last of Us-ra gondolsz? Nem, a Last of Us az nagyon jól megy elvileg PS3-on is. Igaz, hogy az FPS száma nem olyan magas, de mégsem veszed észre. A Last of Us-nál egyébként sokkal mondták, meg olvastam is róla, hogy sokkal durvábban dolgozott a gép, mint a... Hát igen, a Last of Us-nál nagyon dolgozott a gép, nagyon dolgozott a hűtés. Eredetileg PS4-re akarták kiadni hivatalosan, de kiadták PS3-ra is, hogy durván el tudják adni. Persze, de egyébként a God of War Ascension is, az utolsó God of War is nagyon megdolgoztatta a gépet egyébként. Én azt lemezről játszottam végig, viszont elgépesztően szép volt ahhoz képest. Tehát tényleg kisajtolták az utolsó cettig a PlayStation 3 tudását. Tehát a Last of Us is egyébként ilyen. Tehát az összes Sony címben megvan az, hogy a cél, tehát arra, tehát a PlayStation konzolon nagyon jól futnak. Viszont a multi címek azok már kevésbé. Azért PS4-nél ez már szerencsére javult valamelyest. Egyébként, amikor új konzolt adnak ki, egész egyszerűen csak bele kell pakolni a mostani legmodernebb technikát, mind a kettőbe, aztán versenyezzenek. Persze. Tehát igazából... Alap Xbox One és a PS4 igazából akkora különbséget nem mutat fel, ha így versenyeztetjük őket. Talán a PS4 kicsivel erősebb processzorilag, azt hiszem, de... Ez is csak igazából az, hogy valamit így, tehát mintha egy laptop lenne, csak nem lenne hozzá tehát kijelző. Már ami benne van, ugye be van pakolva ebbe a kis dobozkába. Vagy nagy dobozkába speciál, mert attól függ, hogy a fatok azért legalábbis a régi PlayStation-ös korszakban azért elég... Van is nézve tűzében. Persze, mindig, persze, figyeld meg, ott lesz majd a izé. A valami Left 4 Dead contentet raktam bele, vagy nem tudom, most lesz ott, azt hiszem. Nem, akkor már lekéstünk róla. Thank you for playing. Szívesen! Na, akkor mehet tovább, basztói. Belefér még a átvezető videó? Ez még igen, a következő most nem kezdjük el az adát. Jó. Along with 6 months worth of test results retrieved from Neo Umbrella's archives. With the data now in the right hands, things seem to be finally settling down. Following Jake's rescue, BSAA officials classified his relationship to Albert Wesker as top secret, recognizing the threat it could pose to global security. Mit írt? Hát az, hogy mi van az 50 milliójával. Nagyon láttam, de elég homályos volt egyébként. Igen, igen.
tiszta apja. Már a szemvegés van. Szegény, de akkor is te vagy a jobb, százalékban. Hát igen, bizony. Hát igen. Vezetni még mindig nem tudsz, de azért még mindig százalékban te vagy a jobb. Na. Hát köszönjük akkor a figyelmet. Ez jó volt. És akkor innen fogjuk folytatni a legközelebbi streambe, akkor már Édával. Természetesen én leszek most Éda. Hogy ne maradjunk le semmiről. Én meg egy csendes társ teszek. Igen, hál' az égnek, végre befogod. Na, akkor köszönjük a figyelmet, elosztok. Sziasztok!